Fidesz a napokban benyújtotta azt a törvényjavaslatot, amellyel tulajdonképpen államosítják a megyei önkormányzatok teljes vagyonát. Ezt az a megállapodás alapozta meg, amit a fideszes megyei közgyűlési elnökök Orbán Viktorral kötöttek. Persze, miután mi felvetettük, hogy ezt az alkotmányt, az önkormányzati törvényt, az államháztartási törvényt, még számos érvényben levő törvényt sért, ezután ma magyarázkodásba kezdtek, hogy ez nem is megállapodás volt, nem is szerződés volt, hanem csak valamiféle politikai szándéknyilatkozat. Ha valaki ezt a megállapodást megnézi, ez a szerződéseknek és a megállapodásoknak összes formai és tartalmi követelményének megfelel, tehát azt gondoljuk, hogy ez egy megállapodás volt, ez egy szerződés volt. Ezt ők is belátták, úgy tűnik, ezért ezen törvényen kívül most benyújtottak egy újabb alkotmánymódosítást. Ez az alkotmánymódosítás arról szól, hogy ez az államosítás, a megyei önkormányzatok vagyonának az elrablása vagy ellopása, ez innentől ne lehessen megtámadható az alkotmánybíróság előtt. Ezt az alkotmánymódosítást a törvénnyel együtt nyújtották be. Ezzel azt gondolom, hogy azt is elismerték, hogy amit eddig állítottunk, hogy ez a törvény és ez a megállapodás, amit ők kötöttek, ellentétes az alkotmánnyal, ez beismerő vallomásnak is tekinthetjük, hiszen hogyha nem lenne ellentétes az alkotmánnyal, akkor mi okuk lett volna, hogy két ponton is a hatályos alkotmányt módosítsák. Ez a törvény egyébként, ami lehetővé teszi, hogy az önkormányzati vagyont lenyúlják, az önkormányzati vagyont államosítsák, tulajdonképpen az önkormányzati autonómia lebontásáról szól. Ez nem csak arról szól, hogy ezek az önkormányzati szolgáltatások alacsony szintre fognak csökkenni, nem csak arról szól, hogy össze fognak vonni iskolákat, egészségügyi és egyéb önkormányzati intézményeket, onnan elbocsájtások lesznek és csökkenni fog az ott nyújtott szolgáltatások száma, hanem arról is szól, hogy tulajdonképpen kiüresednek a megyei önkormányzatok. Most nem csak a hatáskörük és a jogkörük fog megszűnni, illetve a minimálisra csökkenni, most már vagyonuk sem lesz, most már gazdálkodni sem tudnak. Tulajdonképpen a megyei önkormányzatok teljes megszűnéséről beszélünk. Ezzel szemben ők azt állítják, hogy a megyei önkormányzatok mintegy 180 milliárd forintra rúgó adósság állományát átveszi az állam, és ezért az állam vállal kezességet. De mi pedig azt kérdezzük, hogy ha 180 milliárdos adósság ügyében az állam közösen akar tárgyalni a bankokkal, azért miért kell az önkormányzatok több mint 1000 milliárdra rúgó vagyonát államosítani? Ennek a két dolognak egymáshoz semmi köze nincs. Ha segíteni akar a megyei önkormányzatokon az állam, és egyben akar tárgyalni ezeknek a hiteleknek a visszafizetéséről, senki nem akadályozza ebben meg. Még egyszer mondom, semmilyen összefüggés nincs abban, hogy ehhez képest pedig több mint 1000 milliárdos vagyont egyetlen mozdulattal államosítsanak. Mi azt mondjuk, és azt kérjük a fideszes megyei elnököktől, akik egyébként országgyűlési képviselők is többségében, hogy ne szegjék meg az esküjüket. Ők ugyanis a megyeikben, amikor átvették a hivatalukat, esküdtettek arra, hogy a legjobb tudások szerint a megye javát fogják szolgálni. Azt pedig azt gondoljuk, hogy nem szolgálja a megye javát, hogy 1000 milliárdos vagyonról egyetlen tolvonással mindenféle felhatalmazás és egyeztetés nélkül lemondanak. Ezért azt kérjük tőlük, hogy ne szegjék meg az esküjüket, azt kérjük tőlük, hogy ezt a törvényt ebben a formájában ne szavazzák meg, mert ha ezt megszavazzák, akkor elárulják tulajdonképpen a megyéjüket, és nem beszélve arról, hogy részt vesznek abban, tevékenyen részt vesznek abban, hogy a megyei önkormányzatokat gyakorlatilag kiüresítsék, végső soron megszüntessék a megyei szintű önkormányzatiságot.